Sziasztok! Üzleti esettanulmány egy megoldás során gyakran szembesültök komplex üzleti problémákkal. Egy vállalatpiaca csökken, elküldünk munkavállalókat, ezt kommunikálni kell valahogy, vagy veszteségesen működünk. Mindezen problémák könnyen és jól struktúrálhatóvá válhatnak, akkor, hogyha alkalmazzátok az issue-t, az a probléma fel. Miért is jó egy issue? Bemutatja és könnyen áttekinthetővé teszi az üzleti döntéshozó számára az előtte lévő eseményteret. Másrészt nagyon fontos előnye, hogy segíti a csapatok érvelését. A pontból nagyon könnyen el tudunk jutni B pontba, azaz a kulcs problémákat összeköti a megoldással. A legfontosabb alapelve, hogy mindig egy kulcs problémából indulunk ki, és ezeket bontjuk le részterületekre. Ezeknek a részterületeknek le kell fedni a teljes eseményteret, és nem szabad, hogy a különböző irányok között átfedések legyenek. És mindez hogyan is néz ki a gyakorlatban? Vegyük példának a hazai sörpiacot, ahol négy szereplő van. Alfa, Beta, Gamma és Omega vállalat. Ha rátekintünk a diagramra, akkor könnyen megállapíthatjuk, hogy Beta vállalat jövedelmezősége bizony csökkent az elmúlt 4 évben, 2006 és 10 között. Emeljük ki most ezt a problémát, mint egyfajta kulcs problémát az issuing szempontjából. Az issuing kiinduló pontja tehát a vállalat nyereségessége. Ezt két tényezőre bonthatjuk le, az árbevétel növelésére, illetve a kiadások csökkentésére. Az árbevétel növelésén belül ugyancsak két tényezőt különböztethetünk meg, az értékesítési volument, illetve az árat. Az értékesítési volument is tovább bonthatjuk a négy darab szegmensre, ami a magyar sörpiacon létezik. Ez az economy szegmens, például a kőbányai sör, a mainstream szegmens, például az aranyászok sör, a prémium szegmens, ahol a Dreher lehet megemlíteni, illetve a super prémium, a Pilsner Urquell. A megoldásunk szempontjából ezt a négy szegmenst vizsgáljuk meg. A piac ismeretében azonban megállapíthatjuk azt, hogy az prémium termékektől az economy és a mainstream szegmensben történik egy eltolódás, mivel a fogyasztók árérzékenyebbé váltak a válság hatására. Tehát ezen érveket felhasználva egyfajta megoldást építhetünk fel a volumen növekedésére is. Az árbevétel növelésének a másik összetevője az az áremelése. Ugyanezt a négy szegmest végigvizsgálva és összevetve a piac helyzetével arra a következtetésre juthatunk, hogy a válság hatására gyakorlatilag a fogyasztók ugye árérzékenyebbé váltak, tehát nem lehetséges az áraink további növelése. Tehát ezt az alternatívát egy rövid vizsgálat után bizony a csapatunk elvetheti. A bevételi oldal áttekintése után akkor térjünk át a költségekre. A költségek között megkülönböztetünk beruházási költségeket és működési költségeket. A működési költségeken belül fix és változó tételeket különböztethetünk meg. A csapatnak fontos, hogy áttekintse ezek vállalatoknak a beszámolóit. Önmagában ezek a számok nem sokat mondanak. Fontos, hogy a csapat összehasonlítja ezeket a piac többi szereplőinek mutatóival. Amennyiben ezt megtesszük, akkor könnyen megállapíthatjuk azt, hogy bizony a Beta vállalatunknak van még mit javítani a költség szerkezetén, tehát a megoldásunk egy pillérét erre az irányra kell építenünk. A hazai sörpiac és a Beta vállalat példáján láthattuk, hogy komplex üzleti problémák hogyan struktúrálhatók. Egy esetversenyen induló csapat számára ez kritikus lehet, hiszen 20 perces prezentációba kell besűríteni a mondani valót, és ahhoz, hogy ez átmenjen a közönség számára, egyszerűen és tisztán kell érvelniük a megoldásuk mellett. Az issue-t segít.